I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Végleg véget ért a nyár, és igazából az ősz is, mert a dáliákat és a kannákat ideje télire elpakolni. Hát első lépésben ki kell ásni a földből, ki kell szedni a cserépből, és meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak. Ha kell, akkor ilyenkor ősszel sokkal egyszerűbb akár a dáliát is tőosztással szétszedni, meg kell jelölni, hogy milyen színűek, stb. Szóval itt nagyon-nagyon sok munka vár még rám. Amennyiben a kárnával nem akarunk sokat foglalkozni, és cserépe tartottuk, nagyon egyszerűen kicsit visszavágjuk, hogy könnyebben el lehessen tárolni, és akár így cserepestől el lehet jövő évig tárolni. Ez természetesen csak akkor jó, hogyha van kellően nagy helyed, de ennél többet nem kell csinálni a kárnával, akár még ki se kell venni. Egyetlen egy dolgot kell csak csinálni, hogy megjelölni, hogy ez például a bordó levelű kárna, de mint látjátok, azért ezért egész jól mutatja magát, és később ezért könnyebb lesz felismerni, főleg ha fagymentes, hűvös helyen tartjuk. Ja, és a legfontosabb, hogy ettől kezdve, hogyha így tároljuk, maximum havonta egyszer kell egy kicsit meglocsolni, de nagyon még az se szükséges. Mivel ez egy gumós növény, simán túl éli akár ezt a 2-3 hónapos száraz időszakot, és jövőre kivesszük, átültetjük, amit akarunk, azt csinálunk vele. Amennyiben kiessük a kárnát a földből, érdemes magát a szárát visszamulcsolni ide, és mivel jövőre nem szabad ide ültetni, mert a kárna az nagyon-nagyon kizsigereli a talajt, érdemes némi virágfölddel vagy szerves trágyával feldúsítani a területet. Első lépésben levágtam a szárát, és most megpróbálom kibányászni. Na, érdemes mindenképpen lemosni, megszabadítani a földtől, és megnézni, hogy van-e benne olyan sérült rész, például ez, amit ki kell dobni, úgyse fog megeredni. És ha akarunk tövet szaporítani, osztani, akkor érdemes már most, amíg szárad, megtenni ezt a tőosztást, vagy meglépni ezt a tőosztást. Ezt mindenképpen fogom egyszer elvágni, mert itt több olyan szemet is látok, amiből majd ki fog fejlődni a következő növény. Természetesen ezok után, hogy megmostuk, megszárítottuk, akkor a dáliát fagymentes, száraz helyen tároljuk. Ezt így látjátok, itt gyönyörűen szét lehet szedni, ez is már két tő, egyszerre két tő. Érdemes az ilyen régi gumókat, amik így elrohadtak, azt is leszedni róla. Ami természetesen komposzt, az komposzt, azt nem szabad összekeverni. Hát ezt majd vágni kell mindenképpen. Hát itt meg az egyik az ugyebár már alapból szétjött. Itt is látjátok, ez a régi gumó. Ez mondjuk még nincs elrohadva, de itt azért van egy olyan gumó, amit ki lehet szedni. Na, szét is válogattam, szét is szedtem, hát igazából több tő is lett belőle. A szemek, amiket kell keresni, az itt a
Hát nem tudom, majd lehet, hogy lefotózom inkább. Ezeken a pontokon fog a következő évben új hajtásokat hozni. Mindenképpen érdemes ilyen szemeket keresni, és akkor biztosan ki fog hajtani jövőre. Most már tényleg csak annyi a feladatom, hogy beviszem fagymentes helyre, és megvárom a következő tavaszt. Locsolni nem kell, de kiszáradni se szabad hagyni, szóval valami homokba, folyami homokba érdemes azért beletenni. Érdemes azért is meglocsolni, hogy különböző kártevőket kiszedjük belőle, például csigákat, mert azok bizony-bizony károsíthatják a növényeinket. A földből is kiszedtem a kánnákat, ezeket valószínű egy zsákba, vagy egy kisebb ládába fogom berakni. Nem szabad légmentesen bezárni, mert akkor nagy valószínűséggel berohad. Érdemes vagy vászonzsákot használni, vagy azt a zsákot, a nájlonzsákot, amit berakjuk, vagy cserepet, vagy ládát, vagy bármit, azt nem szabad befedni. Hagyni kell, hogy egy kicsit lélegezzen a növény. Ti is pakoljátok el már a kárnákat, a dáliákat, most már nagyon-nagyon itt az ideje. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!